Az ünnepségen Szabó Péter polgármester elmondta, egy évvel korábbra tervezték a díjátadót Trianon 100. évfordulójára, hiszen a történelmi Magyarország területén élő testvérvárosok lakosai a díjazottak. Közülük a Galántai és a Kézdivásárhelyi kitüntetett a nyár folyamán megkapta az elismerést. Akik nagyon sokat tettek a határon túli kárpát-medencei testvérvárosainkkal való kapcsolatért, ezek közé tartozott természetesen Jenei Károly lelkész úr is, Kárpátalján, Visken, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Visk és Paks között ilyen szoros a kapcsolat. Jenei Károly viski református lelkészre mindig számíthat az a közel 4,5 ezres magyarság, akik Kárpátalján élnek. Sokat tett a magyarságért, a helyben maradásért és a boldogulásért, ezért is érdemelte ki apró úrbe díjat Jenei Károly. Valószínű, hogy ez azért alakult így, mert nem csak a mi életünkben egy hatalmas nagy lépés, hanem azt gondolom két város együttműködésében egy maradandó valami az, hogy egy magyar tannyelvű óvodának a felépítése, a megalapítása, az elindítása, az gyakorlatilag nagyon nagy részt a városnak, illetve a fesztiválnak köszönhetően tart ma ott, ahol tart. Pakson az Erzsébet nagy szálon tartott ünnepségen meghatódva vette át a díjazotta jutalmat és az ajándékokat.